Akkor itt vagyunk. Titiázunk már. Meglett az 1000 like. Meglett. Úgy és van. Látom, még a vontatós kocsid is megvan. Hogy megy a biznisz? Így van, így van. Az az igazság, hogy kezd elmúlni ez a szerelem, mert rájöttem, hogy így eléggé átlettem rakva a palánkon, hogy is finoman fejezem ki magam. Ugyanis a vontatós szerelem az odáig fajult, hogy így megvettem a vontatótársaságot 150 ezer dollárért. Nem viccelek, 150 ezer... Apró pénz. Hoppá! Féld. Ja, és ezt is írja. Tökéletes. Hát igen, igen. Szóval most, hogy itt túltettem magam, szerencsétlennek a halálán is azon, hogy jött a vonat, tehát hogy megvettem a vontatós céget 150 ezer dollárért. És dől a pénz? Hát nem, mert bevontatott autónként kapok 500 dollárt. Húha! Tehát ezt most matekozzuk ki gyorsan, hogy... Abból nem sok oka érhet. Szerintem boldognak kéne lenned, hogy kitörtél a gettóból, és 150 ezer dollárt összespóroltál ilyen frankókus cégre. Hát... De komolyan, tehát hogy az összes megtakarított pénzem ráment hát a vontatós cégre, és 500 dollárt kapok autónként. Érted? A fehér biznisz ilyen, ilyen problémák. És azt neked kell érte megdolgozni, vagyis automatán. Nem, hát ez, hogy még csak nem is kapok 500 dollárt mondjuk így hetente, hanem akkor kapok pénzt, hogyha beülök a vontatós autóban, mint most, és így elvontatom a szerencsétleneket a sínről. Mennyit adózol? Úgyhogy az az igazság, hogy kezdek eltávolodni ettől a... mint a polgárvonaltól, mert nem igazán jövedelmező a biznisz. Úgyhogy így ez így... Ez így mindennek a legalja, 500 dollár. Hát, igen. Na mindegy, ezt a szerencsét még megmentem, mert nem érdemli meg a halált. Sikerült. Miért nem száll ki belőle? Mert látta, hogy jön szuper vontató. Egy nagy V betű van a mellkasomon egyébként. Meg se hagyja oda, csak akkor. Igen. Ja, és most le kell engednem, tehát nem is kell vinnem elvinni sehova. Ez ilyen lusta. Itt az út közepén persze beütöl. Jó, köszi, itt van 100 dollár, mert mennyit a kíváncsi. Lehet természetben fog fizetni. Mi? Ki megy fárfázni a húzától? Igen. Esti tüzelőt. Szóval én úgy érzem, hogy ez lesz az utolsó tiszta biznisz, vagy lehet, hogy még megveszem a taxitársaságot, mert még úgy érzem, hogy abban van manapság biznisz, mert Pesten is megemelték ugye az árakat. Hát de a benzin drága szerintem nem befektes. Nem hát tudom. A szalonnába szerintem, az mindig kell. Legalább. Szalonnába? A békére mindig szükség van. Az az igazság, hogy átverve érzem magamat, mert azt mondták, hogy Los Santos jobban teljesít, és hazudtak. Hát, hogy szupernaszádot irányított, az az igazság. Hanem egy vontatót. Vontatót, és ez itt a probléma. Te Csocsó, te mit gondolsz erről? Te is játszol vele, mondd meg, te hogy szerzel pénzt. Hát én sehogy, én csinálom a küldetéseket, aztán vannak egyébként olyan ingatlanok, amiknél van monthly income, tehát hogy egy hónap alatt... Ja, hogy úgy érzed, hogy én voltam a béna rossz befektetést. Ingatlanba kellett figyelj, volna. Figyelj, eleve mi az, hogy vontatós kocsi biznisz? Én rögtön a marihuána bizniszben. 1000 lájkot ért, 1000 lájkot ért a vontatós biznisz. Rossz irányból, meg ráadásul ne haragudj, Franklin, a szegény gettó szökevény. Én Michael-el nyomulok a volt bűnöző zseninek. De nem, te nem érted, Csocsó, az embereknek tetszett. Az 1000 lájkot adtak a vontatós bizniszre. Megy a bankrabás. Mármint, hogy ez jövedelmez. Hát jó jövedelmez, csak tudod, nehéz. Tessék, 500 dollár. Komolyan 500 dollárral kiszúrják a szememet. Nincs igazság ebben az országban. Egyébként 500 az marha sok pénz, nem? Tehát most, hogy csak azért elkocsikázta innen, az egy elég jó zsír. De 150 ezer dollárt fizettem azért, hogy kocsigászhassak ide. A sok gagyi műsor mellett. De van egy vontató kocsid. Hát itt hány gyerek álmodik a vontató kocsira? Tűzoltóautód van? Van itt a sarkon egy. De nem akarok tűzet oltani, hanem megveszem a taxitársaságot csak azért is. És mennyi pénzed van? Hol van? Nem látszik. Mindjárt mondom, kérlek szépen. 230-254 dolláron van. Ezt honnan szerezted? Ezt most számolja el szépen a nap felé? Az az igazság, hogy az előbb megmentettem egy nőt attól, hogy elássák, és kaptam érte 60 ezer dollárt. Kitől? Hát valami mafiózónak a lánya volt én, mert pont ott voltam, és pont segítettem rajta. Szóval erdőjáró kószának lenni, vagy nem tudom hol találtad, sokkal jövedelmezni. Így van. Egyébként kint voltam a természetben, nagyon jól mondod, épp triatlanoztam egyet, és utána egy kanyarban egyszer csak azt láttam, hogy ott piros pontok ásnak el valakit, mondom, ennyi, itt valami, bűzlik. Mi az ejtőernyő? Hát oda megyek most, hogy legyen egy kis izgalom, le kell vezetnem itt a feszkót, amit a vontatással... Híd alatt. Egyébként én nem értem ezt a játékot, mondják itt, hogy mekkora szabadság van, ehhez képest nem lehetett segíteni nekik ásni, csak lelőni őket, nem értem. Így piros van. Pontok voltak. Hát azért, igen, messze van még ez a GTA volna. Attól, hogy az igazi szabadság. Attól, hogy virtuális valóságra váljon. Használjuk a virtuális szót mi is minél többször. Így van. A virtuális világ. Valódi virtuális világ.
amiben elmerülhetünk. És teljesen addiktívvá válunk. Most még én lopakodom. Miért? Ez annyira király, hogy ez a lopakodás, hogy előre vigyezti hát, a vállát. Úgy csinálni, hogy te kakilnia kellene. Tehát mondjuk ki. Te hogy lopakodnál most őszintén? Felvennéd a ninja. Két méter magasan elég nehéz lopakodni, ezt elmondom neked. Bár föl szoktam lopakodni a buszra. De itt lehetek, nézd. Hárított a rendőr. Tonfa, találat. A tömésem, a kiugrott a tömésem. Hey, nem látom a jelvényszámodat, öreg. BBXXAA. Szerintem már rendőrök. Van nála pénz. Volt nála 18 dollár. Na, most mivel vesz fánkot? Veszélyesen élek a zsernyákon. Annyira szemét vagy. Fánkot. Veszem magamra hívtam. Elbújok. Bújjál. Bújj. Ilyenkor jön jól a lopakodás. De most itt mit keresel egyébként a dalul? Fel akartam menni a dalul ejtőernyőzni. Hogy lássák, hogy mekkora cool arc vagyok. Most és most hol az ejtőernyőd? Hát remélem, hogy fent lesz egy. Reméljük. Hát, hogy csattanak együtt a betonon, az is tök jól megy egyébként. Van ugyanis, hogy nem spawnolnak a tárgyak, az kellemetlen, hogyha keresél egy ilyet, mondjuk egy helikoptert, akkor oké, hogy az most spawn nincs, akkor ne indulsz kocsikázni, hogy fél órát is, mert visszatérsz, lesz. Remélem, sniper puska is lesz a tetőn. Nem, az van nálam. A sniper puska mindig van nálam, én egy felkészült srác vagyok. Nem látod az alsogat el, hogy dagad az ott a sniper puska? Igen, az ott a sniper puska. Na. Még egy kicsit magasabbra, már csak 1400 métert kell megtráznod. Szerintem simán. Ez alatt elalszanak a nézők pont. Nem, nem, mindjárt ott a teteje. Nem, most elmúlt a kevés. Most miért? Most nem mondjátok, hogy nem tetszik Franklinnek a feneke. Hát figyelj, más ligában játszunk az anyát. Hát ha vannak női nézők, lehet, hogy ezt így kedvelni fogják. Lehet, hogy ezt tényleg nem gondoltuk, hogy fölmászunk a ízőnek a tetejére. Legközelebb lopj egy helikoptert, aztán abból volt. Okay. Még nem itt elmegyünk, mert van az is, csak gondoltam, hogy szólok. Hát nem itt. Jó, itt ebben okay, akkor most lemász a hátrébban. De valamelyik van a felhőkarcolóba, de menjünk, igazán ugorjunk át a darúra, és onnan ejtőernyőzünk. Nem, mert nincs messze a teteje. De legalább fel kell a nap, mire fölérsz. Így van. A naplementében fogok ejtőernyőzni. Igen, pont az az igazság, mert igen, mert összezavarodtam ettől az egész fontatós biznisztől, tehát hogy itt abszolút össze vagyok zavarodva, hogy lehetett engem így átvágni a palánkon. Erdőt kéne járnod még többet, én azt mondom. Én még mindig bízok a taxitársaságban. És ezek tehát, a küldetések mennyire ismétlődnek egyébként? Az a vicces, hogy ez a vontasd el a szerencsétlent a vonat elől, ez már másodszor volt egyébként. Nem tudom, azt hiszem, hogy 20x órán van a játékban, és ez volt az első ismétlődő küldetés, és szerintem ez nem egy rossz arány. Nem, tehát, hogy nem, így... nem. Tehát én azért kérdezem, hogy tudnál-e még találni, elásni való nőket az jó, nem, egyébként az egy ilyen random küldetés volt, mert ugye a játékban rengeteg random küldetés van, és abban így belebotlasz. Tehát, hogy mászkálsz, és egyszer csak felbukkan, tehát, hogy nem lehet felvenni, hogy én most oda megyek kiásni a nőt, hanem abban így belebotlasz. És... ilyen random küldetésből nincs két egyforma. Tehát oké, van két egyforma hülyeséget mondok, mert amikor csak elrabolják egy a... gondolom, variálódnak ezek. Hát nem, mert vannak az ilyen nagyobb lélegzetvételűek, amikor történik is valami, meg van olyan, amikor ellopják valakinek a pénztárcáját, és akkor utána futsz és visszaadod neki, na abból kismillió van. Meg olyanból is sok van, hogy például pénzszállítóktól elropod a pénzt. No. Például a pályának egy bizonyos pontján mindig felbukkannak azok a pénzszállítók, és mindig szerzek tőlük 4538 dollár, ami pont arra jó, hogy fedezze azt, amikor meghalok és kifizetek érte 4538 dollár. Hát igen, mert nincsen biztosításod, mert bűnöző vagy, ez van. Látjátok, dolgozzatok rendesen, egyébként maradjatok szóval, a vontató bizniszben. Kifizettem 150 ezer dollárt a vontató bizniszért, és még egy rohadt életbiztosítás sem járt érte. Tehát úgy gondolom, hogy ez nem az amerikai álom. De figyelj, az mondjuk masszívan az amerikai álom, hogy nyugodtan szitevállőhetnek, fölrobbanhat, szafatokra szakadhatsz egy zuhanó repülőben, de mégis kijössz a kórházból pár órával később. Tehát olyan jó az egészségügyi ellátás, hogy ihaj. Így van, hát föltámasztanak. Szerintem mondjuk az 4500 dollárért nem olyan rossz biznisz, hogy így föltámasztanak. Szerintem sem, tökre megélni. Már nincs sok, már 1362 lépcsőfok. Itt teljesen elmosódnak a távolban a további lépcsőfok. Te figyelj, azt nem akarod, hogy 25 percig vonatozzunk Trevorra? De egyébként eszembe jutott az is, hogy felszállunk a vonatot és menjünk egy kört, és közben vicceket mesélünk. Van egy jó rendőr vicced egyébként, ebédnél mondtál egy jó rendőr viccet, azt mondom, mondd el meg. Melyik volt az, hogy... Hogy a kettőből az egyik. Nem, hogy apjának mondja. Jaj, már a felénél rögök, az már rossz viccvesém is, ugye? De ezt is mindenki ismeri. Kisfiú panaszkodik az apjának. A apuka fázok, jó van fiacskám, mennyi állj be a sarokból, 90 fok van. Na ez történik, hogy mindenki... elmentek Kriszel ebédelni, tehát hogy így megáll a falat a szátokban, megalvad a tej. Már úgyis, szóval tök mindegy. Még mindig nem értünk föl, hát ez a világ nem ugor innen, aztán kész. Nézd, milyen gyönyörű a kilátás, milyen romantikus. És nem lesz ejtőernyő a tetőr, én azt mondom, unista. Én akkor már PC-re meg se veszem.
Mire? Mire? De azon azt hiszem floppin jön. Ne higgyetek, Krisz tudja, neki már itt van. Itt nem, van a PC és floppin, 47 floppin nézni, van. Hogy van hogy valaki ír levelet Csocsó címére, kölcsönadom. Csocsokukac.pcguru.hu De a gisztipisti.pcguru.hu már azt is beállítottam neki. Arra ír, akkor én kölcsönadom a floppis verziót, ebből van. Csak nehogy betszektorosan hozzátok vissza, azt nagyon nem szeretem. Belül már sírok. 14 flopim van egyébként. Hey, 14? És mekkora flopit? Tehát az 1-4-es? 1-4-es. De az a nagy, igazából a nagy. Tera. De egyébként a nagy flopi nem, tehát nem a kicsi, hanem a nagy. Az 5-25-esen nem fért annyi, az csak azt hiszem. Ja, az 720 kilobájt volt. Azt mondom, én megvettem én is, csak az első rögtön jó hibát dobott, úgyhogy inkább megvettem konzolra. Ki lehetett így lyukasztóval lyukasztani a bal oldalának is ellenőrző rublikát, és akkor kétoldalasnak is lehetett használni ezeket. Bocs, még nem. Azért, mert még akkor nem értél, ne alagod, hogy ne legyél már. Miből nem értem? Tudod, hány flopit másoltam? Vettem eredet, igen. A rengeteg eredeti flopim volt. Persze, persze. Még nagy lemezem is volt. Na srácok, ezért a látványért. Lássátok be, megérte 5 percig. Igen, jó, igen. Sötét. Na ugor le, ha van ejtőernyőd, ha nem, le kell most ugranom. Én leugrom. Egyébként az ejtőernyő lenni, nem? Nem, itt van, most vettem föl. Te mit nézel? Hol vetted föl? Most. Én nem láttam, hogy bármi föl. A futás a végig. Ja, itt is van egy, de volt egy egyébként a végében. Persze, megpróbálsz egyet megvezetni. Ugye tudod, hogy ezt rögzítjük? De rögzítjük a felvételt. Okay, most nagyon hülyének fog nézni minden olvasó, mert ők látták, hogy fölvettem. Még csipogott is, hogy fölvettem. Csak ti megint nem halljátok a játékot. Okay. Sajnálom. Én nem rá tudsz ejtelnézni egy bank tetejére és ki tudod rabolni? Ha nem, akkor ez egy rossz játék. Idegenek vannak benne, mint a Saints Row-ba, akkor... Oh, ez rossz volt nézni, és nem tudom. Ilyen nyisd már ki, komolyan nekem tériszonyom van, de mocskosult. És amikor még a játékokban lefele kell esni, akkor is így kirá az engem. Egyébként el kell érnem azt a sárga pontot, de szerintem túl későn ütöttem ki az ejtőernyőt. De nagyon jó kis ambient zene szól, miközben én most itt alámerülök az éjszakában egy ejtőernyővel. A jó, hogy te hallod is, ami történik. Felmenő meleg levegőre lenne szükség, én úgy érzem. Csak szellemtelen egyet. Próbálj meg. Kedve, ha szeretnétek. De még egy ideig eltart a felvétel. Várj, most rá kell mennem a kamionra, komolyan. Komolyan? Csak de én a... Azt hittem, ezt túléled. Franklin died, maradt még két főhősöd, kész. Ennyi volt. Hoppá! Hát ez egy arcú csapásként ért ez a landolás. Váltsunk a Trevorra, múltkor még nem volt állokkolva Trevorod, most legalább játszottam Trevorra. Így van, oké, legyen Trevor. Na hát, hogy megmondta? Hopp. Hó, de innen ugorhatsz újat, akkor előbb ugorj újat. És okay. Utána, miután meghaltál, nem mintha nem bíznék képességeidben, hogy most földre is tudsz érkezni. Érzek itt némi szerepet. De miután itt meghaltál, legyen az, hogy Trevor. Hopp, megtaláltuk az egyik levél darabkát. És hány van ilyen? Csak 50? Csak 50. Ó, ezt pikpak összeszedem. De csopot rávehetett, hogy gyűjtse össze őket, azt tudtad? Micsoda? Csopot rávehetett, hogy gyűjtse össze őket. Komolyan? Aha, a telefon meg lehet neki tanítani? Igen. Akkor mindjárt veszem a telefonomat. És képzelem, hogy a kutya oda fölmászik neked. És hogy rendesen megtanítod a kutyát, érted? Csak rajtad múlik. A kutya az ember legjobb barátja, bármit megtesz érted. Fölmászik egy darab tetejére. Hogy egy papírt robot lehozzon. Mennyire szórja az achievementeket? Nem annyira, nem. Tehát hogy főleg a küldetésekért, meg az őrült, mert ha összegyűjtöd ezt az 50 cuccot, akkor azért megkapod. Hú, majdnem jól fogsz leérkezni, de már érzem, hogy itten... De... Ez van akkor, amikor beejtő ernézvel egy teherautó alá, de legalább illetve. Ki a kamionos gyorsan dühödben, hát nehogy már csak kellett volna ugrani, hogy el. De mihez képes voltam 2-4? Na mindegy. A platóra kellett volna ráérkezni. Ahhoz képest nagyon messze voltam, ebben igazad van. Oké, váltsunk át Trevorra. Nála nappal lesz? Nem. Nem. Remélem most is valahol részegen fog fetrengeni. Trevor abban a legjobb. Meg az ártatlan kinyírás. De várjátok, nem vettem meg a taxitársaságot. És jó, nem kérdezek. Nem, mert spoiler lesz belőle. Egyébként itt mennyire spoileres? Nézd már. Hát ne csináljátok otthon ezt, amit Trevor csinál most. Ücsörögni? Hát valami, volt itt valami más is. Elviccenteni a jointot. Honnan töltöd nem sima cigarettát szívott? Olyan rossz dolgokat feltételeztek el a szegény emberről. Ott jön, nem látod, hozza már a fiú. És ha van egy golfautót, akkor oké, elrapom a golfautót, ezzel nem újjon. Ki megy golfautóval a sivatagban kocsi? Kifogy belőle az. Fegyver nincs, mert lelőhetnék. Na tényleg, vaj, ne haragudj, tényleg. Igen, hát ez jó. Ez úgy nem követi. Francba. A rohadék. Rossz fegyverválasztás volt. Elszökött a golfautóval, nem hiszem el, de vad is van. Repülőd van? Van repülőm, repüljek? Repüljél már. Repüljünk.
Oké. Repülünk. Na. És utána elmegyünk a Heist küldetésre. Ó, és közel van a reptér is. Melyik Heist? Ja igen, inkább nem mondjuk el. Nem, helikopter nem. Vagy repülő? Heli. Az hangos. Vidág nyelven magyarázd el nekem kérlek, hogy melyik Heist küldetésre. Az egyik. Amiben rabolni kell. De mindegyikbe kellett rabolni. Hát te azt mondtad, hogy virág nyelven a mondjam. Margarétás. Tulipános. Egyébként kivilágosodott, hát nem örültök? De. Itt meg besötétedik, kint itt a való világban, Los Santosban van világosodik. Ez egy paralleli universe. Ugye milyen szépen mondtam? Most meg kéne egy autó, tök mindegy, hogy mi. De hogyha mondjuk a waypoint felé futnál, azt tehát kicsit de rövidíteni. Na! Elég lesz itt. Ez a legjobb, nem? Tehát egy jó kis bitú másolat. Nincs rajta, de... Puff! Puff egy koki, puff egy pacsi, szia. Fogászra. Igaz, hogy 2.30 volt a csávó, de Trevornak nem probléma. A Trevornak hidd el, az sem probléma, amikor 40 másik ember jön vele szemben. Trevor fedeles kisgéppen ment a katonai szállító után, tehát hogy igazából ehhez képest egy 2 méteres kopasz semmi. És győzött. És győzött egyébként. Oké, a vadászgépekkel már nem boldogultunk, de... Ez már részletkérdés. De gondolom lezuhant és életben maradt, úgyhogy... Komolyzni? Ó, na ott megy, a military konvojt kéne leszerelni. Hát egy Volkswagen-nel leszereljük, nem? Ó-ó. Nem, helikopterrel szólunk rájuk repülni. Hát a RPG és az AK segít. Egyébként én itt egyszerűen csak nem volt! Elhagytam és kész. Vonat! Itt meg óvatosan kell átkelni. Hé, van még mit? Most itt útkeresés még. Rossz az útkereső algoritmus, azt hiszem. Igen. Vannak még gondok. Ne. Jó van, megérkeztünk a repülőre. Helikopter. Ez a jel micsoda az a hangárjel? Hát hogy a hangárod be lehet vinni a repülőket, amiket szerzel vagy megveszel. 3 millió dollárért. El nem tudom képzelni, hogy lehet 3 millió dollárt szerezni. Na, majd a végén. Kémán bizniszbe beugrasz. És hogy irányítani őket? Igazából meg lehet szokni. A Hollywood tábla, azt megnézhetnék. Vinewood tábla van. Elmenjünk oda. Turistákat lehet így vinni? Abuzálni? Abuzálni, igen. Pénzt szerezni. Az ott egy katonai tábla. Börtön. Nem, az ott egy börtön, de nem érdemes fölé repülni, mert akkor hirtelen történik meg boldogok. Jól van ez ki. Mikor jön PC-re? Egyébként volt, hogy felszálltam repülővel, aztán felrobbantam, mert nekem jött egy vadászgép. Köszönség arra gondolom. Katonai konvoj? Megtámadjuk helikopterrel? Hát persze. Nincs mit támadni, mert csak el kell vinned egy jeepet, ja. egy kamiont. Tehát ja. Jó, mondjuk utána kiírja. Rokkalőr nem mutatom a Vinewood táblát Krisznek. Na, biztos, hogy erre van. Ki gépen szállt fölébe, annak térképe. Teljesen. Kitől is idéztünk most? József Attilától nem. Nem. Ra. Radnóti Miklós. És miért mondtad, de most lelőtted a megfejtést a kis olvasóknak? De nem, tehát igazából aki PC-gú olvasó, az tudja, mert ezt évente ellőjük ezt az idézetet, legalább egyszer. Minden egy cikkben valaki térképe screenshot felett. Vannak ilyen alcímekből kéne esetleg egyszer egy ilyen gyűjteményt csinálunk. Valaki egyébként, volt egy kis olvasónk, aki csinált a legjobb képaláírásokból egy videót. Arra keresetek rá a YouTube-on, a legjobb PC Guru képaláírások, ott van Vinewood tábla. Örülsz, Krisz? Ma már megkaptad, YouTube amit szerettél volna, legközelebb pénzt kérj szerintem. YouTube föl. Nem most, akkor elkapjuk ezt a kombót. Inkább küldetés ezért. Megyek, elkapjuk a kombót. Jó. Egy hangversenyt elemegni. Mindent lehet ebben csinálni, biztos, hogy egy nagy időrabló lenne ez. Nem elég a Dota. Az igen, az nem viszel semmi. De tudod, hogy a LOL az jobb, mint a Dota? Ja, ne tényleg. Ott akar meg LOL. Én úgy hallottam, hogy a Guardians of Middle-earth a legjobb. Ezt mondta a haverom. Haverod, de a haverén nem megbízhatóak, ezt már tudjuk régen. Először én is azt hittem, hogy tök jó tárba. Guardians of Middle-earth. Konzolon nem volt rossz. Nem, PC-n kipróbáltam. Úristen, mekkora hulladék. De ezek a GTA 5 kis hábetű felé megyek, hogyha esetleg valaki nem lenne világos. Hospital? Nem. Ott megy alattod. Hidrogén. Halál. Halál, igen. Muerte. Military hardware. Na, jó, így van. Jó, ez nagyon szép. Finoman letettük a kis... Fát is vágsz, abban is lesz pénzed. És ezt a kis teherautót kell csinálni. Jajjajjajj, kifolyott a benzin, tudnátok adni? Figyeljetek, srácok! De nem ám, most mi mentek el?
fel lesz a keletve! És az ország védelme állampolgár vagyok, gyökere! Lőd szét őket gyorsan bazokával, mert úgyis ki kell őket nyírni egyébként. Ott. Egy kicsit bará, hát elég el! Nem láttam a kis pontot. De az a durva, hogy nem is érdekli őket, hogy mögött teljen, hogy robbant mögöttünk valami, nem tudom mennyit. Helikopter, föl! Le! Valami felrobbant. Igen, én is úgy vettem észre, hogy ez így pont lejtett oda. Nem, mert megpróbált még egyszer ezt a helikopteres dolgot. Hát a franc sem gondolta, hogy elütnek. Értem én, hogy military hardware meg minden, de hát azért mégse kéne elütni a szerencsétlen... Pszichopata rebneket. Simán a lomba az nem számít, tehát ez kész. Tudod, mikor 900% az a játék, nem tudom, miért ez... Lehúzom a tél. Ne arra, de nem reális. Te is arra gondolsz, amire én? Igen, nem reális, meg különben is. Nem találtatok ezt. Miért nem lehet? Lehet rá helikopterből lőni, ez igazságtalanság. Egy igazi helikopterből lehet lenőni. Így van, az nekem lesz egyszer helikopterem. Lehet majd lőni. Biztos, hogy lehet belőle lőni. Itt is megint finoman leteszem a gépet. Ez finom volt. Ez mindegy. Fizika. Go home, you're drunk. Na, most stoppoljál rendesen, jó? Úgy mi? Csak a terrorautót ne sem műsíts meg. Puff. Ez gyönyörű volt, ez szép volt! És a maradék, ne a teherautót ne! Lőni fognak mögötted ezen. Akció végre! Az elmehet, tovább mehet, és csak így simán elhajtanak az ember. Hát persze, te mit csinálnál? Megállnál? Lehet engem nem lőnek le? Az biztos az első... Baszki! De meghaltál. Nem. De ne húzkál, és még vissza is mész! De akartam szállni! Jó, de hát azt a másik oldalra is lehet, gondolom. Hát úgy érzem, hogy veszélyes az országúton alkával. De azért ez a helikopteres landolás jó volt, nem? Tehát teljesen pont. Vagy most kis repülővel jöjjek legközelebb? Kis repülő, vadászgép. Vadászgépet hozzá. Vadászgépen, ahhoz be kéne törni a katonai bázisra. Az is egy jó küldetés lehet, jó ötletet adtál magam. Betörkedjetek, egy teherautót nem tudtak ellopni, milyen betörésről álmodoztok. Aztán szabad is ki mindenkit a börtönből. Két nagyon egyszerű feladat. Még egyszer megpróbáljuk a katonai konvojt helikopterrel eltéríteni. Inkább... Nem, az jetet. Olajat lehet keresni? Fúrni. Fúrni? Olajat? Biztos. Kutat, nem? Kutat fúrsz, és abból jön majd a... olaj. Tudod, hogy a kis, hogy az olajkészítek kifogyóban vannak, ez egy ilyen, nem egy hosszú távú biznisz. De gyorsan, amíg még az éjség tart, amíg még él, addig teljesen jó, még egy pár évtizedig. Jó, ami... Aztán befektetünk majd a, nem tudom... Miben? Elektromos autóban? A vízbe? Az lesz nagy kincs. Rossz irányba megyünk. Most kellene kiugornod és ejtőernézni. Nem vagyok biztos benne, hogy van rajta ejtő. Ja, de mikor beszélünk a helikopterben, most sem mindig van. Igazad van? De... Mi az? Hát ne haragudj, a legjobb ejtő. A helikoptered elcsapott valakit, úgy értem. Egyébként visszaszpónol, úgyhogy teljesen. Nincs rá szükségünk. Traktorral menjek a konvoj után, szerintetek? Az egy izgalmas üldözés lesz a két tetilassú jármű között. Lesz egy farming szimulátor. Ott van a kocsik melletted. Ó! Figyeled! Mint hogyha itt terveztük volna. Nem. Sok rednek mobil ilyen... Mindegyik terepjáró, mindegyik lassú. Jó, igaz. De mennek telefen, érted? Azt kell ide. Csapassuk. Utoléred őket? Mindenképpen. Tehát, hogy kezdem kellemetlenül érezni magam, hogy másodszorra sem sikerült eltéríteni a konvojt. Mit van benne tesszeláció? Az a PC-s játékos. Van benne tesszeláció? Tesszeláció hol van? Hol van a tesszeláció? Nincs nem. A traktoron. 60% ezt lehúzom. Egyébként lehet, hogy talán jobb megoldás csak simán beszállni és elhajtani, és utólag a bázisodnál kinyírni őket, mert ott el tudsz bújni. Ne harag, van tüze? Igen, ne harag, simán így végignézik, ahogy így megáll és nyugodalom. Nem annyira nézik végig, ha figyelsz. Hopp, jaj. Go to the meth lab. Srácok. Ebből lett egy pár bibi. Igen, a jó objektív, tudod. Mert az a bázis a srácnak, tehát hogy... Ja, igen, egy metlabor, jó van. Jó, a Breaking Bad óta tudjuk, hogy a metlab az menő. Valamiből élni kell, tudod. Így van, itt vidéken. Ha már nem működik a tow trap business. Szenved az ország. A pénzt azt hogy van, így elosztják hármuk közt a kapcsolatot, vagy mindegyiknek külön pénzt van? Nem hármuk közt osztják el, hanem sokkal több ember közt osztják el, mert ugye egy ilyen nagyobb akció.
Oda fel kell bérelni embereket, sofőrt, meg ilyen pisztolyos embert, aki lelövi helyetted, egyébként nem az embereket, tehát hogy egy akcióban általában többen vesznek részt. Hogy jönnek utána ezek a katonák? Mi van? Csak egy... Egyenes úton mész, az a baj, de majd ezzel az autóval meg tudod őket. Majd ha meglátod, hogy mit loptál el, akkor úgy megérted, hogy miért dühösek, amire elvittem. Csak nem valami olyan, mint... Mikrocsipet, szerintem most loptad el a Nem olyasmit loptam el, mint amivel lelőttük a jetet az égről? Nem olyasmit egyébként. A Skynet, mondom. De... Nem lesz. Hát balra be a meglepet, leparkolsz és égetsz. Fú, egy hazafias patrióta kamionos ellened nyomult. Nagyon jó. Nem kéne itt előbb lerázni őket, mielőtt beparkolsz. Nem, állj be bárhova, szállj ki. A hármas... Levették az oldalukkal. Hát, szállj ki és lőd le őket, az a legegyszerűbb is. Rendben, csocsó, mondd mit tegyek. Így? És gyorsan fedezzük be, és le kell szedni őket, ennyi. Van tárcsős puskád is! Bizony, felkészült elég. Ez itt jó fedezék? Fedd elég. Rossz fedezék? Erről az oldalról már jól lesz. Ez szép volt. Mindjárt itt egy először. Meg az életedő. Sejtettem, ezek trükkös katonák voltak. De ez hogy kerültél egy fint oda? Azt én sem vágom, valahogy bejött onnan balról. Betolatott szép. Próbáljuk meg még egyszer. Nem, unod már? Nem unom, csak vadász. Nem unom, csak... Rakuljunk be a katonai bázis, és próbáljuk meg ellopni egy balázsgépet? Igen. Mindenféleképpen. Ez volt az ötlet. Egyébként a börtönben még sosem mentem be. Hát az felszállsz fölé, és így beriadóztatnak, és kész, ennyi. De menjünk a katonai bázisra. Na, az egyből egyébként, ha jól emlékszem, 4-es közözés. Tényleg? Várjál, mint ő nem örülnének neki. Jól hangzik. Hol van a katonai bázis? Várjál. Én nem ott vagy. Hol a katonai bázis? Nem, ez... A reptered mellett kicsit bejel. Erre van? Azt hiszem... Nem, mert ez... Nem, itt van erre. Nem az az ott, ahol pont most vagy? Vagy az a shit? Szerintem ez. Az vagy ott. Mindegy, mert majd a levegőből. Hungaroring volt. Valahol fönn van az egyik hegyen. Tehát, hogy hegy mellett van. Na, ugye elérnél? Ja. Közvetlenül a fürdő mellett. Ez is van, Petőfi raktam azt. Van benne egyébként jetpack, mint a San Andreasban volt? Jetpack? Aha. Jetpack. Jetpackkel még nem találkoztam. Biztosan teli van easter-ekkel ez a játék is. Egyébként a toronyról lehet kiszúrni, hatalmas torony van a bázis közepén. Ha felmegyünk magasra, akkor meglátjuk, hogy hol. Na ott vagy, amit néztél a térképen, szerintem a fölött. Az nem az lesz akkor. Igen, ez valami gyártelep, ha nézem. Hoverorig. Na, azaz, térkép. Ott a börtön. Nem az lesz ott a hatalmas kifutó? Vagy nem, mert kifutó? Az, nem az a te saját kifutópályád. Civil, gondolom. Egy látótávolság döbbenetes. Főleg így kész egy Xbox. Igen. Xboxon egy mit tudom, hogy hány éves. 8 éves kérdés. Nem, mert 8 még nincs, 7. Novemberben 8, ez 2005 novemberében jött Amerikában. Xbox 1-re meg a PS4-re milyenek lesznek a... Xbox 1-re semmilyen, az régi, mert kicsit... Van rá, bocsánat... Ne fordítsd le, úgy nem érti. One. Milyenek lesznek a 4-5 év múlva játékok? Durvák. Biztos durvák. Na. Nagyon rossz, mint volt, te mindig földrajzból, úgyhogy most megpróbálom megkeresni a katonai bázis, mert szeretnéd a jetet, én pedig szeretnék neked örömet okozni, Krisz. Katonák voltunk felvételénél, kellett így navigálnunk, azt hiszem ilyen háromszögelésen, azt hát látni elő. Kellett volna. De ott, azt hiszem, az lesz a katonai bázis. Oh. Az lesz az? Nem. Szerintem az olyan csak nagy... sima reptér. Azon a helyen én már egyszer voltam, azt hiszem. Nem az lesz. Ez csak egy sima reptér. De ha itt repkedsz, akkor egy idő után felhívja a figyelmedet rá, hogy ne menj olyan nagyon magasra, mert hogy, vagy menj alacsonyra, mert hogy befoghat a radar. Ritka a levegő, meg a kollezionna helikopter. Egészen, nagyon magasra fel lehet jönni. Volt az a küldetés, amikor tudod, az őrült extrém sportossal kellett. Ja, Isten, tényleg. Akciózni, és akkor én iszonyatosan magasra, a hegy fölé mentünk, hogy még utána leugorhass a hegyre. Snowboardozni? Nem, hanem... Igen, annyi hó van előfelé. Ejtőernyőztünk, aztán le kellett mountain bike-ozni a hegyről. Akkor lehet, hogy mégiscsak ez mondom, az ezt nézd a nagy hó, hát akkor innen közelítünk. Ott van a szalopálya, azok a kis karikák. Köszi. De várjál, tehát hogy próbáljuk meg kiszúrni... Ja, bocs, az nem, az rakétasilag. Ennyit róla. De egyébként tényleg próbáljuk meg kiszúrni, hogy hol vannak a vadászgépek, meg pont melléjük kéne leszállni.
Hát szerintem a hangárnál, nem valószínűleg arra felé. Nem, valahol egyébként szabadon vannak. Kisebb hangár, akkor kellene, hogy legyen. Mindjárt szólnak, hogy elnye-benye. Rinnel loptuk el előtt. Igen, hoppá. Ujj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 
hogyha most megy, hogy egy rakéta. És hogyha ez egy szettünk. Ott egy vadászgép, ott, az mit szólsz? Szerintem gyalog próbál közlekedni, mert itt azért elég. Ott egy! Ott van bent. Látom. Finoman letettük. Ez egy ilyen F-18-16-os keverék, és most hogy fogsz felszállni vele? Megnyomom az Y-t. Mármint felszállni vele, hogy úgy, hogy benne van a helikoptered a képbe. Bonyolultan, nehezen. Én megpróbáltam. Jó, akkor csinálj valami normál küldetést most. Megpróbáltam, de bejutottam. Normál küldetést a GTA-ban magad? Ne vagy már ebben, ez a normál. Miért, menjék visszavontatni? Ne, a vontatás szerintem az már fontos. Egyébként a taxitársaság. Taxitársaságot vedd meg, tényleg, az okay, volt az álmod, nézzük, hogy az hogy profitál. Ha most, nem, hogy felépültél abból, hogy egyedül megtámadtad, megtámadtad a hadsereget, egyetlen utad van, elmenj taxizni. Okay. Megpihensz, nyugodt életet élsz. Megveszem a taxitársaságot, ez lesz. Milyen jól néz ki, ez igen. Lemenőben van a nap, ez egyébként a karrieremnek a metaforája, hogy ilyen mély repülésben vagyunk most. Nem sikerült ellopni a konvojt, nem sikerült ellopni a vadászgépet. Csalódott vagyok, tehát hogy így... De ha a taxitársaság sem jön be, én azt javaslom, hogy uninstall. Kidobom a lemez, kettét. 60%. Harcold össze, dob ki. Belekarcolom, hogy 50%. Bele a WC-be, aztán még rá is egyet, és utána kész. Jó van. Hát egy kicsit fura. Vele kell megvenned? Vagy? Igen, a taxitársaságot csak vele lehet megvenni. Úgyhogy most akkor megnézzük, hogy hol is van a taxitársaság. Hiszen ez lesz az, ez az. Property. Innen nem lehet megvenni? Ja, oda kell menni. Nem, oda kell menni. Nem úgy van ez. De legalább motorozhatsz. Igen, moci. Kicsit be vagyunk rúgva, nem baj. Lehet ennél jobban is. Tehát mindegy, már megöltél 42 ember. Nem hiszem, hogy ez a zero tolerancia most így problémát fog okozni. A GTA-ban mindenki ártatlan, oké? Okay? Nem sikerült rájuk bizonyítani semmit. Már senki nem ártatlan. Hopp. Jó. Valakinek ellopták a pénztárcáját, de nem érdekel. Vége van annak az időszaknak, mikor én segítek az embereken. Igen, hiszen vár a siker. És a csillagás. Így van. És a taxitársaság. A sárga taxi. Sárga-zöld. Csicsota, mit fogsz venni az első 1 millióból a GTA-ban? Én már vettem reptelét. Komolyan. Megvettem az ennek a reptelét. És azt és az hogy hozzá? Hát ott, ha az én taxitársaságom lenne, most ezt a fiszkót kirúgtam volna. Le kell térni? Na, és akkor hogy megy a reptered? Mesélj nekem róla. Fogalmam sincs, mert soha nem megyek oda. Nem, el kéne hozni néha a bevétel, mi? Nem, a reptéren úgy van, hogy drogot szállítasz, és hogyha autóval szállítasz drogot, akkor 5000 dollár, ha repülővel, akkor 7000 dollár. Ha akarod, akkor megmutatom, miután megvettem a taxitársaságot. Akkor is meg fogsz halni. Van rá esély. Tehát ugye, amikor repülő és katonák vannak a képletben, akkor van rá esély, hogy meghalok. Hát... Érdekel, de félek, hogy ugyanaz lesz a vége, mint a figyeljetek, az én szívem nem bírja ezeket az agresszív virtuális valóságokat. Tényleg nagyon te rossz. Menj vissza Hello Kitty online-ra. Vagy javasoljuk neked a GTA 1-et, ami sokkal kevésbé volt ilyen erőszakos. Ugyanolyan erőszakos volt, csak annyi volt a különbség, hogy nem nézett ki ilyen jól. Tessék, enyém a taxitársaság. Ennyi volt. Büszkék vagytok, nem? Nem. 5-5-5-5-5-5-5-5. Tele 5. Jó, az nagyon jó lesz. Hát egyszerű megigyezni, részegen is 5-5-5. Nagyon jó. De akkor sok ötös lát, nem egyet. És hány kocsi? Tessék, 2000 dollárt hoz havonta. Az, hogy hetente. Hát az már mindjárt jobb, mint a vontatós biznisz. Egy taxis küldetést azért csinálja már meg. Óra nélkül mennyivel viszel most el akkor engem a reptére? Óra nélkül? Hát nézd, figyelj, vedd le az órádat és mehetünk. Nincs órám, de elvinni hát akkor. Ez azt jelenti, most beparkoltod a főnök. Adják a címeket? Aha. Mint ahogy egy korábbi GTA-ban is volt ilyen. Ő nem játszott GTA-kkal, tudod. El nem mondjátok egyik a nézőknek. Most a később. Egyikkel se játszott. De ahogy már múltkor mondta, hogy a négyel. De most ne beszéljük meg megint, hogy nem tetszett a GTA 4, mert... Most engem utálni fogom, most megint kap a videó 3 dislike-ot. Most tessék, kellett ez nekem. Hát ez csak neked szó. Koti volt.
Nagyon tetszett. Egyébként imádtam minden percét, és nagyon szeretnék még több GTA, de hát nem jön PC-re, és én PC-s vagyok, sajnálom. Hé, nem jön PC-re a GTA 5? Még nincs itt PC-n, úgy értem. Na, illetve mondom. Bocsánat, a flopis verzió itt van, most is írhattok nyugodtan csocsónak. Kisztipist is subject, és küldöm, jó? Ó, hello, hello! Gyere, babám! Mit keresel itt az utcán? Már eleve gyanús, kietlen helyen. Hát azért hívott taxit töltön, ne kelljen gyalogolni. Menj a Destination nevű utcába. Find your destination. Hol az Annie Keat? Jó, jó, igen. Megrikatjuk a lányt? Lehet. Nem tudom, mennyi után mondják, hogy igen, piszálok. Nem tudjuk, mit hallasz. De gondolom a szembeforgalom 120-szal, ez nem biztos, hogy őt tesz. Nem, akkor van gáz, hogy karambolozol egyébként. Nem, egyelőre csendben ül, tehát hogy eléggé jól bírja a kiképzést. A saját kocsiaidat üzúzod. Úgy van, nem baj, mert enyém az autóbontó is, tehát hogy minél több bontsautó van, de én annál jobban járok, tehát hogy így, ez így, ez egy hálózat. Akkor már csak mondom, egy izé kellene, egy ilyen temetkezési vállalkozás. Utána még valami kajás. Egyébként az nincs benne, ez egész meglepő, nincs benne temetkezés. Nem majd a DLC-ben gondolom. Jó, a gyerekek sincsenek benne. Jó. Azt majd a modderek a PC és flopis verzióban megoldja. Mesztelenség sincs, úgyhogy addig én nem veszem meg. Hát de mesztelenség csak azért nincs, mert te kikockázod. Ki fogom kockázni akkor is, még engem is felháborít. Teljesen. Hát is mondjam, nem annyira izgalmas taxizni, tehát ez pont olyan, mint másik autóval, csak kék. De már csak 1,6 mérföld. Még 150-nel semmi gondod nincs. És mi nem beszélgetsz? De vagy, nem tudom egyébként. Ja, nem csak ennél gondol, kérdezz tőle hülyeségeket. Mit gondolsz a kormánynak a legújabb intézkedéseiről? Nem arra kellett volna menni, fordulj vissza. Hú, fölhajtva szembefordulom az autópályára, ez így pont jó. Azt hiszem, még mindig nem ő irányba haladszik. Én mindjárt megoldom, mindjárt megoldom, taxis vagyok. Hát ez igaz. Nem kívülről ismerem ezt a város. Itt balra. Na, mondtam én. Látod? Kikeveredtem. A dugót kerültem el. Ne, ahol nincs beton. Átmegyünk négy hídon. Ez nem azért van, mert csalók, hanem azért, mert megmutatom a várost. Jó, jó. Minőségi szolgáltatást nyújtok. Ja, akartam is mondani, hogy Csocsóval elterveztük, hogy felteszünk ilyen jó hülye kérdéseket közben. Ne, kérdezz hülyéket, légy szép. Hát téged kérdezünk, igen. Hogy szerinted ez jobb, mint a Need for Speed, vagy ilyen hasonlókat? Hát nézd például, és sokkal jobban szórakozom az autós részekben, mint a legutóbbi kettő Need for Speed esetében. És sárkányok vannak benne, mert ha nincsenek... Nem... Ugye, a Skyrimben voltak sárkányok, abban a játékban nincsenek... És az is open world, egyébként szerintem lehet, hogy sárkányos tetkót varrathatnál magunkra. Tehát, hogy biztos, hogy vannak benne sárkányok, ez a GTA. És hallottuk, hogy open world és a raidek vannak? Hát szerintem a helyzetet nevezhetjük raidnek. Egyébként olyan is, hogy a GTA Online, hogyha meg fog élni október 1-én, az olyan lesz, mint egy MMO. Tehát teljesen úgy fog működni egyébként. Ez benne nem tudom, tehát hogy az a havi díja az, hogy mennyit kell költenem a barátnőmre, hogy elviselje, hogy minden este GTA-zom. Tehát mennyibe kerül az, hogy kiengeszteljem, hogy meg megint GTA-zom. Nagyon drága. Anyagias vagy, azt kell, hogy mondjam, anyagias vagy. Én nem, de hát... Nagyon jó műsor kell ahhoz a tévébe, az a baj, hogy ez így működik. Hát ez egy nagyon jó műsor, hát hány katasztrófát láthatta előbe, jobb, mint a Discovery. Tehát ne viccelj, van benne extrém sport, van benne hogyan gazdagodj meg Amerikában, van benne ilyen katonai akció. Kb. A harmadik persze kezdne elásítozni, és ez még sokáig tan szíven. Vagy valami hasonló lenne. Az én barátnőm, igen. Elugodom, kedvesem, kérdezi, hogy vezethetek? Odaadtam neki, tök jól vezetett, megállt valahol egy ilyen erdős rész, és mondja, hogy nekem másik kocsi kéne. Mondom, nézd, ott emberek forgásznak, elvéted a kocsikot. Egyből kinyírta őket. Elhoztam, és azt mondta rám, hogy shithead. 308 dollár. Azért ez egy elég drága fuvar volt. Hát azért mondta rá, hogy shithead. Úgy érzem, hogy ez se lesz itt a... Nem, nem, szerintem menjünk és szállítsunk drogot. Szerintem is, az a legtisztességesebb meló. Figyelj, én azt hiszem, hogy... Ez egy majom volt? Nem. A majom az itt ült tőlem balra. Meg jobbra. Miért nem jobbrat mondtál? Miért nem jobbrát mondtál? Miért kell a lelkemet ennél is mélyebb szintet tiporni? A lelkedet. Én már megígértem nekik, hogy ha sokat bánsanak, akkor sírni fogok. Akarjátok, hogy sírjak? Felveszem a telefont. Vedd fel, hiszen keresnek. Mindezt ami víz alatt. Víz alatt. És most beszélem úgy? A tenger víz alatt. Na azt hiszem. Nem. És így kiugrik a kocsiból. De már és most folyamatosan sebződött szegény. Hol a HP-t? Azt nem is látszik. De ott van bal. Úgy is 3D-s hullámok vannak, mint a Battlefieldben. De nincsen teszteláció, úgyhogy trail. Ja, hát akkor trail.
Na, ez a halál volt, ja nem, ez a karakter. Ott hagyom besírodva. Persze, így kiúszik, van. Kiúszik, jó lesz. Másnap visszakapcsolsz hozzá, és így nem akar veled játszani majd. Én vagyok a bőr. Szemét disznó, ott hagytál a sós víz közepén. Na, ez a... Tremor egy kicsit elhagyod. Tremor jóval jól kezdi a napot. Ha most mi a annyit fölkeltettél? Verdi de Börjén. Ez most így komoly? Ez pucér? Nem. De ne tudod, hogy nézel ki? De nem már. Mi bajod van most csak azért, mert kövér? Nézd meg, hogy volt a pénz a bikiniébe. Most nézd meg, most... Volt, 14 adó. Valaki a melleközítőm kötte, mondjuk ő ebéd közben véletlenül, vagy ilyesmi. Át kell Michael-osítani magad. Ja, Michael még mindig fürdik, mi? Nem, az Trevor volt. Ja. Ja, nem. Franklin, már teljesen összezavarodtam. Hol van a repterünk? Hiszen olyan hasonlók, ja nem. Itt a repterünk. Mennyi idő végig játszani ezt? Sok. Főleg, mikor Trevor részegen. Milyen kérdések közt? Ez olyan 40 óra szerintem. 30-40 körül. Hát, 100%-ra kimaxolni valószínűleg egy 40, de még lehet, hogy ez 50 is. Hát a hivatalos szöveg szerint 60, amit el tudok képzelni, mert ugye csak mondjuk az ugrálgatások, meg az, hogy keresd meg a sok vacakot így a pályákon, az jó pár órát elvesz. Például a űrhajó részek, alkatrészekben eddig összesen 2-t találtam, pedig nagyon nagy területet. Állj már meg! Ez nem fog ráhatni szerintem. De miért nem? Hát tudod, ha lősz az emberek, azok futnak rajta, megállnak. Én nem értem. Kerekére. Lentebb. Nem, mert... Be az ablakon, akkor meg fog állni. Ez hihetetlen. Hihetetlen. Nincs ezekben félelem érzel. Így be ez a baj, hogy később. Na, ez szép volt. Na, látod, tessék. Így kell. Így kell autót rabolni. És most össze is töri a marhája, nézd meg. Szólj hozzá. Csak a sofőr. Hajánál fogva kisegítettem. És belerugottam, pedig már halott. Hát, hogy azt az Trevor nem tudhat. Na, az na. Föltartasz. Ha valaki eddig kételkedett abban, hogy 18 pluszos a játék. Az én nem értem mi. Beszálltunk a leglassabb autóba. A szöges csadát. Vagy az vagy... nincs. De van olyan kocsi, amiben van. Kordont. Kordon. Kordon blő? Kordon. Rakják ki Redder Kordont. Hogy elkapjuk. Rakják ki egy rendőr Kordont. Ja, ez nem az NFS. Pont a rendőrök küldöznek, tehát. Komolyan, ma semmi nem akar összejönni. Hát én megyek Hearthstone-hoz vissza, azt hiszem, úgyhogy nekem ennyi volt az ezzel játszani, nem tudom, ti még játszhattuk itt, de én lesz, már itt már nagyon. Nem áh! Majd jövő héten folytatjuk, mi? Majd jövő héten már nem mit mondtál? Mit mondtál? Jövő héten már nem folytatjuk, mert épp leadásom lesz. Én legtöbbször azért haltam meg, mert mások elütöttek. Még csak leselőnek rend. Na ez most bosszú. A középsőt! Revenge. A középsőt! Egyébként csak felhívom a figyelmet, hogy ahhoz képest, hogy 4 autó robbant fel, és ez egy Xbox 360, nem igazán szaggatott a játék, ami a GTA 4-et ismerve... Durva lenne ez a 20 FPS-t beszaggatna. Nem beszaggatott. Főleg PS-en a GTA 4, ezért nagyon durva, hogy én 10 FPS-en. Honnan jönnek ezek? Honnan? Elesett és meghalt. Elesett. Hátba lőttek. Segítek értelmezni a képernyőn látottakat. Hátba lőttek. Én nem vettem észre. Nem volt ez a te napod, nem baj, majd otthon folytathatod, nekem már mennem kell, Hearthstone, jött új küldetés, sziasztok, na csá!